És üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel elérkezett az F csoport, az utolsó csoport, első forduló, utolsó meccsei, Törökország, Grúzia mérkőzéssel kezdjük meg a mai napot. Ugye a portugálok a legesélyesebbek ebbe a csoportba, de nézzük, mit tartogat nekünk az F csoport első mérkőzése. A törökök kezdték meg a meccset, és valószínűleg az emberek nagyobb esélyt adnak a török válogatottnak ezen a meccsen, de Grúziában is van egy-kettő húzó ember, mint például Mikitadze, mint például Kvaratskhelia, vagy akár a kapus Mamardashvili. A törökök bekezdenek, de most már Mamardashvili jött a kirúgással. Kvaratskhelyát keresi, Kvaratskhelya pedig megszerzi és megtartja a labdát. Ezeket a neveket, srácok, valószínűleg nem nagyon fogom mondani, ezért valahogy majd megpróbáljuk kommentálni ezt a mérkőzést. Grúziának a csapatát, hát három darab játékost ismerek, három darab játékosnak tudom a nevét. Kakabadze. Hozzá ki a labdát. Dwaili. Majd a szélen kapja a labdát a játékos. Törökország beleér, és Grúzia jöhet a bedobással. Majd jönnek a szélen. Nagyon-nagyon jók ezek a passzok, és talán kifejelik a törökök, és talán egy kontratámadásra jöhet Güler. Kavecsi, Arda Güler, Real Madridba kapott egy kis időt a szezon végén, és itt is a török válogatottban is megmutathatja, hogy mit tud. És a Real Madridban is nagyon jó volt a szezon végén. És most a törököknél is. 21. percben Törökország megszerzi a vezetést Arda Güler góljával. Wow! Megmutatja itt is a fiatal Güler, hogy mit tud. Lehet, hogy ő lesz a török válogatott legjobb játékosa? Mondjuk lehet, hogy Csahanoglu megy ketten még bele szeretnének szólni, de Arda Güler nagyon gyorsan duplázni tud 4 perc alatt. A törökök megduplázzák, de nem is a törökök. Arda Güler önmaga megduplázza előnyét Grúziának. Nem nagyon sok esélye volt idáig. Mit megy Arda Güler már most az első meccs első fél időnek az első felébe igazából. Kvaratskhelia. Ezt is elveszítik. Çalık forgolódik. Kavecsi. Középen majdnem elvesztették a labdát a törökök. Arda Güler most viszont elpasszolja Artaköglu. Nem tudta visszaszerezni a labdát, így Grúzia akár egy támadás is tudna vezetni, Kvaratskhelia nem tudja beadni középre a labdát. Hát igen, talán Grúzia az emberek véleményei szerint az egyik leggyengébb csapat az idei EB-n. Lehet, hogy innen látszani is fog. Nyilván okozhat az összes csapat meglepetéseket, de valószínűleg, hogy nem ezen a meccsen fogunk meglepetést látni. Kvaratskhelia. Mkhitadze nincsen a csapatban jelenleg? Nem láttam idáig. Dwali. Kvaratskhelia kapja. Akár. De ott van Mkhitadze. Csak idáig nem láttam. Mkhitadze. Majdnem ott volt előtte lehetőség. Kivágják a törökök. Dwali megszerzi a labdát a félpályánál, de az első félidőt Arda Güler
két góljával a törökök 2-0-ra vezetnek. És srácok, hogyha nem lennétek feliratkozva a csatornára, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. És hogyha szeretnétek látni a többi meccset is, dobjatok egy lájkot erre a videóra. Nézzük a második félidőt. Miki Tadze kezdi meg, Kvaratskhelye, majd a többiek passzolgatnak össze-vissza, ide-oda, Kasia, majd Vilik, mindenki Vili, meg Miki Tadze, meg Ze, mindenki Ze, meg Vili a grúz válogatottban. Kvaratskhelye, azt is blokkolják a törökök. Egyszerűen nem tud a kapuig eljutni Grúzia. Kadioglu, Kokcsi, majd Artaköglu kapja a szélen. Meg tudja tartani? Bent tudja tartani, igen. Artaköglu, Kokcsi, Csalhanoglu. Csalhanoglu passzol, majd kapja vissza. Arda Güler, akár Mester 3-as is meg lehetne neki még ezen a mérkőzésen simán. Sőt, valószínűleg, hogy arra rá is fog menni. Mert hogyha esetleg ő szerezne most egy Mester 3-ast, akkor ő vezetné a góllövő listát is. Addig 2 gólja nem sok mindenkinek van, szerintem. Talán ugyanebbe... Nem, az az előző csoport volt. Azért hollandoknál akartam mondani. Talán Gakpónak volt eddig 2 gólja. Most így hirtelen nem emlékszik már. Arda Güler akár egy szabadrugás is jöhetett volna a Törökországnak. Tovább engedi a bíró labdát, és Artaköglu passzolja vissza Csalhanoglunak. Majd Arda Güler lepasszolja, és hatalmas védés Mamardashvilitől. Azt hittem, hogy Güler fogja kapni a labdát, és Güler megszerezhetné a harmadik gólját, de nem. Nem ő kapta. Grúzia cserél is, és Grúzia kap egy sárga lapot is. Csalhanoglu a szabadrugások közben beíveli középre a labdát, ott talán kezezés is volt, majd egy-két nagyobb esés, de mindenki épségbe tovább megy. Cseréltek is a Grúziánál, csere volt. Jöhetnek előre. Ezt a meccset valószínűleg, így előre láthatólag, valószínűleg a török válogatott már megnyerte. Az a kérdés már, hogy mennyi góllal szépítenek-e, vagy akár rúgnak egy harmadik gólt. Artaköglu húzza meg a szélen, majd passzolja be középre Ferdi Kagadioglu, a lövés, blokk. Blokkolják a lövést. Mindig az utolsó ember. Ha megcsinálják a legnagyobb támadásokat, de mindig az utolsó ember. Az viszont nagy indítás. Ott lehet a szépítési lehetőség. Be tudják adni középre a labdát. Nem, mert ott van megint. Hát valószínűleg nagyon még kapura lövésük se lesz Grúziának. Kapusnál volt idáig a labda, egyszer-kétszer a török kapusnál, de nem sokat. És nem is támadásokból. Mamardashvilinél többet volt a labda. Többet is kellett védenie a grúz kapusnak. Ő vágja előre most a labdát. Visszafejelik. Majd megint visszafejelik, ide-oda fejelgetik a labdát. És talán egy szépítéssel még van esélye Grúziának. Utolsó perceknél vagyunk a mérkőzésen. Bejön a középre a labda, és most viszont kellett védenie egy hatalmasat a török kapusnak, de mégse fogják regisztrálni ezt a lövést vagy védést, mivel les volt. A törökök cseréltek, de cseréltek a grúz válogatott is. Tosun ki a szélre, akár még egy utolsó kapura lövés Arda Güler előtt. Majdnem ott volt a Mester 3-as, de Mamardashvili megállítja a fiatal
srác álmait. Így Törökország 2-0-ra megnyeri ezt a meccset Grúzia ellen, és elhozza a 3 pontot. Nagy esélyekkel a továbbjutás kapujában a török válogatott így ezzel a 3 ponttal. Szeretnéd látni a következő meccset is, mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, dobj egy lájkot erre a videóra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!